Ebben a pillanatban lép be a szorítóba. A vezető bíró, úgyhogy jöhet a piros sarokba. Fülöp Gergely. A kék sarokban ellenfele pedig Nagy Bence lesz. És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokban. Itt látható tehát Fülöp Gergely. Nagy Bence Debrecen! És érkezik Nagy Bence Debrecenből, aki a tavalyi ezüstérmes, rá mindenképpen figyeljünk, már csak ezért is, mert 16-ban ezüstérmes lett, 91 kg-ban a képen látható fiatalember, már is azért is, mert pedig 2017-ben, tehát idén a romániai Golden Belt tornán, aranyöv tornán második lett, a bocskai emlékversenyen pedig bronzérmet szerzett, tehát egy rendkívül tehetséges, sokra hivatott fiatal öklözőről van szó, ő itt Nagy Bence, aki azért egy jó 3-4 centivel alacsonyabb, mint ellenfele. Fülöp Gergely, de hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a vége, hiszen nagy mindenképpen egy esélyese annak, hogy a döntőbe kerüljön, vagy akár meg is nyerje azt, pedig ez a 91 kg, ez nem a könnyű esetek mezőnye. 91 kg-os csoportról azt kell még mondani, hogy ugye Hámori Ádám még az egyik nagy esélyes, de a korábbi bajnok, a 91 kg bajnoka, hát illetve Hámor, igen, ki összejöhet a visszavágó nagyjal, de most ne rohanjunk ennyire előre, hiszen most még ott tartunk, hogy Fülöp a piros sarokban nagyjal ütközik meg a kék sarokban. Szépen fordított alapállású versenyzőkről van szó. Jobbal operál Nagy, azokkal szurkál. Szépen dolgozik testre, majd fejre Nagy Bence. Jobbal kóricál, varázsol, hogy úgy mondjam, ballal pedig pusztít Nagy Bence. Test fej megint Fülöpre. Fülöp egyelőre passzív ellenállásba burkolózott, mint annak idején a magyar felső 10.000 kiegyezés követően, de hát nézzük, hogy vajon változik-e a tiszteled és a szépen talán újra Nagy. Már olyan átütő erejű találat még egyik oldalról sem érkezett. Hatékonyan húzza szét úgymond a távolságot Nagy Bence, megy le testre, majd föl fejre, szépen folyamatában. Az első menet eddig szaladt, mindjárt vége. És ennyi is volt. Egész. Nem azt mondom, hogy túlságosan kiegyenlített, mert azért Nagy jóval többet talált. Fülöp még így keresi azt a, talán az időtávot, vagy formát, vagy nem tudom, ami alapján ő megtalálja a számításait. Hogy mérlegelés és orvosi vizsgálat holnap reggel 8 órától 9-ig, aztán 15 órától, immáron majd a második nappal. Várom mindenkit szeretettel ide. A Halasi Olivér Sportközpont Madárfészek Alapítvány Akadémia ökölvívó termében. Mindkét versenyző pihen, ülve, várják a frissítőt, az utasításokat, leginkább a jó tanácsokat. Szorítóból következik a második vele. És következik a második 3 perc a szorítóból.
Készen áll Fülöp is, Nagy is. És akkor hajrá. Szép kombóval intott helyre. Nagy. Megy le testre, vissza fejre. Kiválóan gyűjtögeti a pontokat Nagy Bence kék sarokban. Kis belharcba is belemennek a fiúk. Tarkóra nem ütünk. Zártan védekezik Fülöp, bár azért megtalálja a réseket Nagy. Szépen talált ballal Nagy, jobban előkészít, ballal pusztít. Érdekes, hogy általában jobban varázsol, mint most, és ugyanis általában egy nagy bal. Most egy jobb csapott. Hát most a varázslat meg volt így is. És félreértés ne esély, senkinek nem akarja megkérni a kezét Fülöp Gergely. Egész egyszerűen annyira átment rajta az ütés. Nem. Igen. Ez így az egészség megóvása érdekében. Mindenkinek jobb lesz a második menet, derekán véget ért az összecsapás. Belehúztak a nehéz fiúk is. Nem sok találkozó ment végig ebben a súlycsoportban sem. Jó látni ilyenkor a sportszerű gesztusokat. És akkor lássuk az eredményhirdetést. Kék sarokban Nagy Bence Debrecen. Tehát kék sarokban Nagy Bence. Ő a győztes, ő megy tovább. Mondtam, a tavalyi ezüstérmes. Bocskai emlékversenyen idén bronzérmet szerzett, romániai Golden Belt, tehát aranyöv torna második lett.